Nem tudom, hogy hol szakadt meg az előző VOD, de elindítottam újra, kiírta, hogy megtelt a hard diszkem vagy space-em, ami így közel lehetetlen, de oké. Okay. Na, ott van még fönt óra, az jöhet. Így van, most már elértük az átlag 15 nézőt a streamen. Így 6 év után. Ez egy nagy mérföldkő volt. Jó, ez nagyon jó, itt akkor találtunk még egy párat. Ott is csillog lent valami. Nem is hallottam volna, hogy a fölpoppoló üzenet az így rinyált volna, hogy valami gebasz van. Ti hallottatok ilyen tipikus Windows-os fölpoppoló hangot? Kiöregedett már. Jó, egyébként jó, még ebbe a sávba vagyunk. Jó, sötét van. Képest egyébként egész sokat találunk, hogy így enemivel olyan nagyon sűrűn nem találkoztunk. Azon agyaltam viszont, és azt nem vágom, hogy ugye lehet építeni ezekre a nagyobb kődarabokra ilyen kitermelő helyeket. De hogy miért kellene olyan nagyon sok? Tehát, hogy nem az van, hogy egyszer lekraftolod az asztalokat, az eszközöket. Oké, hogy utána azokat javítani kell, de hogy annak azért nincsen olyan nagyon nagy költsége. Az lenne nagy achievement, hogyha olyan dolgokat építesz meg, hogy tök messze a bázisodtól van egy ilyen kitermelő cucc, és az ahogy kitermeli, egy conveyor belt haza is hozza. Tehát, hogy nem csak ott helyben raktározod el, hanem beszállítatod valahogy a bázisodra. Valahol ott volt. Ott van. Ha most eltalált, de ez nem poisonál. Tehát ez nem mérgezett úgy nagyon meg. Aha, de ez támad alapból is. Meg akartam nézni, hogy hát ha ez nem támad meg, akkor hogyha én nem bántom, de. Ez nem csak szimplán olyan, mint a sárga slime. Be lehet futószalaga. Hát oké. Okay. De hogyha valami giga messze van tőled, hát akkor azt azért kiépíteni, az durva. Nem? Bár mondjuk, hogyha már a craftingot föl van húzva, és sokkal többet craftolsz egy craftra. Igen, ahhoz gigasok futószalag kell.
De nem megoldhatatlan. Majd ha kell, elteleportálsz és elhozod. Mondjuk igen, tehát hogyha... Ha van rá jó megoldás, mert én még odáig szerintem annó nem jutottam el. Tehát hogyha bárhova tudsz te teleportot lerakni, és tudsz a kettő hely között teleporttal közlekedni, akkor mi a fasznak? Akkor maximum annyit csinálnék, mert gondolom azok sem végtelenek. Tehát, hogy oké, okay, hogy valahol te kitermeled az ort, de az nem végtelen, tehát egy idő után elfogy. Szóval, hogy oda leraknék, igen, egy teleportot, adott esetben egy... Opa. A belőlük születik. Ó, most már végre láttam, hogy mi az a szar. Oké. Tehát, hogy akkor oda teleportálsz, kiszeded, azt hazahozod. Aha. Ja, hát akkor mindenféleképpen, tehát akkor olyan nagyon, nagyon permanens dolgot oda nem építenék azon kívül, hogy körbe fúróval, körbe conveyor belt, a belt összeszedi egy helyre a cuccokat, amit pedig egy kéz bepakol egy ládába. Snit. Ah, igen, Asi, igen, tehát hogy ilyen robotkaros megoldással. Na, az még el is szalad. Ja, ide jön. Na, addig még egy láda. Amúgy ez a zöld terület, ez nem tűnik egyébként annyira élhetetlennek. Annyira nem ütöttek nagyot a mobok. Jó, most összekötődött. Most kellett neked ez? Leakadhattál volna rólam, azt még tovább élhetnél. Na, itt is van egy Scarlettes például. Hoppá! Hát te nem virág vagy! Ez meg arany. Megmérgeződött a csávó, a izéb? Nem tudok semmit csinálni, ha lefog az a gyökér. Konkrétan semmit nem tudtam csinálni. Tehát amikor csak állsz egy helyen, mint egy fasz. Aha, és itt van egy ilyen biomváltás, vagy hát egy ilyen kis sziget. Na, bezzeg az a sirály, az átjött. Jó,
Ja, hogy a sínhez vitted a szalagokat, és akkor onnan begyűjtötted. Hát az is egy jó megoldás. Most egy kicsit itt be lehetne ásni. Van már 122 Scarlet órom. Akkor ezek szerint... Na várjál, ha most innen fölfele megyek... Nem, itt ugyanúgy erdő van. Na most ez vagy egy dungeon itt, vagy az egy másik biom. Mind a kettő lehet. De az biztos, hogy azt a falat még nem tudom átütni. Nem tudom, hogy milyen fal. Nem mozultam meg. Aha. Igen, mert itt már ugye ez a lárvás van, és akkor ez szerintem be fog nyúlni idáig. Be tudja rakni egyből a forge-ba, és utána a ládába. Igen, olyat tud a robotkar, hogy rögtön forge-ba teszi. Az mondjuk nagyon jó. Mert akkor még azt a részét is megspórolod. Ó, itt volt egy természetes átjáró. Most már inkább fejezzük be a karikát. Nem igazán jól lőttem be most, hogy merre kell menni. De így jó. Mindjárt végére érek. És akkor elméletileg az van, hogy ezt a kört, amit most... Opp, ott van izé, orr. Ezt a kört, amit most leírtam, ez volt az, amit végigvédett az a fal. Az a fura fal. Amit egészen addig nem lehetett kinyitni, ameddig nem ölted meg ugye a sámánt, ugye? Na, skacok, hivatalosan is körbeértünk.
Úgyhogy most lehet azt csinálni, hogy hazaportolunk, ha csak nem tudunk találni ide egy teleportot, mert itt kurvára semmi nincsen a közelbe teleport ügyileg, és nem lenne rossz valahogy gyorsan visszajönni ide. Mysterious doll set. Ah, de az csak annyi, hogy valuable. Nyolcvan nap a bázis körül. Amúgy igen. Oké, hol lehet? Hol lehet nekünk teleport? Mert ha jól látom, már itt elkezdődött ez a zöld. Tehát simán lehet, hogy ezen a csíkon így végig, vagy akár így kicsit szélesebben is, de az a dzsungel biom van, ami nekünk kell. Na, itt van sok Scarlet. Ah, nem, ő ülteti, bazeg! Most néztem, hogy lerakott egy olyan magot. Ha! Nézd meg! Ez a kör, amit most bejártunk, ez a széle. És nézd meg, meddig zoomolhatok ki? És még bőven lehet vinni. Tehát ez egy elkúrt nagy map. Igen, minden is bejárható. Biztos van egy vége, de azt egyelőre nem látjuk. Nagyon sok. Végtelen plusz 2, igen. Igazából ugye a Terrariának is kurva nagy volt a mapja, annyi, hogy a Terrariában volt kontrollod fölötte, mert ott beállíthattad, hogy mekkora mapon akarsz játszani. Itt ez a default. Basszus, amennyi Scarlet Ort hazaviszek, én nagyon remélem, hogy innen 1-szer hazamegyünk, akkor le tudok gyártani mindent. Nagyon esélytelen egyébként itt valahol a közelben. Ennél nagyon, nem, itt nem állíthatod a mapnak a nagyságát. Azt azért mondtam, hogy itt nincs kontrollod fölötte, mert itt nem tudsz állítani. Nem is tudom, hogy ahhoz milyen szerkezet kellene, hogy mondjuk így, nem tudom, ha mondjuk egy ilyen 5 tile széles karikába, vagy széles, igen, ha egy ilyen 5 tile széles részbe tudnék egyhitelni mindent, és úgy haladni előre, ja, akkor föl lehetne fedezni. Hát anélkül szerintem gyilok. Anélkül szerintem nem szabad neki állni.
a bomba sok mindent megold. Amúgy igen, tehát hogy még azt el tudom képzelni, de az is akkor jó, hogyha van belőle, tudod, végtelen plusz kettő bombád, és így dobálod folyamatosan. Na mennyi van már? 185. Szeretném azt mondani, hogy ez kurva sok, de szerintem nem. Pláne, hogyha kettesével olvasztja. Hát, Sanyesz, örülök neki, Sanyesz megint delay-jelve van egy ilyen 20 perccel. Ezt beszéltük, igen. Amúgy? Bazeg, nem is izékel. Jó, tehát a Sunken Sea az a következő biom. Hallod? Nem is a railway kell, hanem ilyen csúszó slime. És azon kell csúszni. Az mi? Az ott valami... Most mondom azt, hogy az ott valami cucc. Grass blokkot azt amúgy elvihetjük. Wooden Thorn Ring. Hoppá! Mert a Thorns Build. Ez a poisonous dolog, ez mit csinál? Healing received. Aha! Az mondjuk egy gonosz dolog. Nem, ez a biom egyébként annyira nem... Nem vészes szerintem. Legalábbis egyelőre. Nem mondjuk, mehetünk lefele egyébként. Kurvára kellene egy teleport, de azt ilyen nagyon, nagyon random, hogy hol találsz teleportot, nem? Csak mert ide visszajönni, amúgy az nem két perc, tehát hogy... Janice, hol... ez egy dungeon. Mágusokkal. Na, ide be kell mennünk, bazd meg, mert itt lesz az új szettem. De nem csak boss mellett van Asi, nem? Tehát random is vannak teleportok. Janice, ennek ez, aha, tehát ez a jobbra jövünk, és most ütköztem bele ebbe a mágusos dungeonbe. Gyárthatsz is. Haza teleportot tudod gyártani, de... Aha. Na, az van, hogy most mindenféleképpen haza kell mennem. És akkor utána... Jó. Itt van a közelbe valahol egy teleport? Rendes teleportot is gyártatok majd. Mondjuk nem tudom megkeresni, mert most nincs egy csákányom, tehát baszhatom igazából. Mindenképpen haza kell menni, csak jó lett volna, hogyha itt van a környéken. Ott még nem találtál, perkerestél. Jó, oké. Akkor csak húzzunk haza, és nézzük, hogy mit tudunk gyártani.
Végül is nagyot fedeztünk fel most is, úgyhogy jó lesz. Randomizált a teleport, nem. Nekem ugyanott van, ahol Janice-nek. Jó, ezt kiraktuk. Azt mondja, hogy órok. Ja nem, pont az órokat magamhoz kell venni. Nekem nem ott voltak. Hát, nekem ott, nekem hidd el, hogy nekem pontosan ugyanott vannak a teleportjaim, ahol Janice-nek. De csak Janice-nek és nekem. Oké, egyszer, kétszer. Ja, oda belement az Iron, ide megy az O-Gold. És a Skarlát. Jó. Ha ezeket elkezdi csinálni, és akkor még ez az Octarin. Különleges a kapcsolatunk Janice-szel, igen. Na, akkor pakoljunk ki többi dolgot is. Majd végig megyek a ládákon, hogy mi az, amit kirak. Szóval itt van ott egy gyűrű, amit kitehetünk. Azok meg már dekorelemek. Craftolt dolgokban nem tesz ki semmit, ez üres. Magot hoztam, meg növényt. Mi az, ami még ehet? Ehető dolog már nincs nálam. Mag az van, az fasza, és most már az is be fog telni, király. Nem tudom, amúgy egész kevés helyen van már csak. Ezek craftoltak. Jó. Na, ez meg ez, már arra készültem elő, hogy majd megcsinálom a sínt. Ez blokk, ez jöhet ide, ez slime. Ezek dekorok. Más nincsen. Jó, rakjuk le a dekor cuccokat, hogy az se foglalja a helyet. Tű, de dolgoznak azok a furnace-ek. Ez kérlek szépen kifejezetten gusztustalan, de muszáj volt hazahozni. Bush az nem kell. Sun kelp se, az nem tudom miért van nálam. Potted bloom tree sem kell. Jó, egész jók vagyunk. Jó, ruhánk még nincsen új. És most már van Scarlet chestem. Poison slime és a slippery slime. Egyelőre kirakom ide, de lehet, hogy ez majd máshova fog kelleni. Most beszélhetek vele? The flourishing wilderness in which Azeroth resides. Tehát most mondja el, hogy melyik az a terület, ahol lennem kell, és ezért a zöldre megyünk. Azt mondja, thrives southeast from here. Azeroth has a liking for shiny glimmering objects. Jó. Ezzel elmondta, hogy nekünk merre kell menni. Na, és ugye itt kezdjük el, itt indul minden. Tehát ha lesz 20 Scarlet bárom, akkor legyártjuk a Scarlet Workbench-et, és onnantól nyílik meg, és látjuk, hogy milyen Scarlet dolgokat kell csinálni. Most mész a falon túl. Hát most azt csináltuk, Áci, hogyha lemaradtál, hogy körbesétáltam a falat, mármint a falnak a helyét, hogy lássuk, hogy mi merre van. És ugye, mielőtt beszéltünk volna ezzel a fasszal, aki elmondta volna, hogy hol van, úgy találtuk meg a zöld területet, és akkor majd most ezt a zöld területet fogjuk bejárni. Csak arra várok, hogy 20 darab Scarletem legyen. Akkor addig pont van idő egy csodálatos kapálásra.
akkor szépen, szépen a magokat magamhoz veszem. És akkor ültetünk. És lesz majd, akkor lesz Scarlett csákányom, lesz Scarlett ásó és Scarlett kapa. Meg locsoló. Az jó. Jó, ezt elültettem. Plusz egy gardening. Ez volt a Heartberry. Subidú, ja ne egyelőre ne öntözzünk. Ez volt a Heartberry. 30-asával jön, ez tök jó. Mondjuk az a baj, hogy például kapából kurvára nem kell nekem nagyobb, mert ez most pont úgy van csinálva, hogy ez megfelelő méretű legyen, tehát ennél nagyobb kapát a kertészkedéshez biztos nem szabad használnom, mert akkor felszedi az összes talajt. Mármint azokat a padlókat, amiket leraktam. Na, és végre ebből is van annyim, hogy a teljes izét be tudom fedni. Király. Nem is marad sokkal több. Újra kell mindent építened, és nem lesz gond. Ennél nem akarnék többet egy növényből. Valószínűleg majd bővíteni kell a dolgot, amikor majd arról lesz szó, hogy több növény, több féle növény van. Nem kérek, most köszönöm, majd stream után eszek. Jó. Azt mondja, hogy ez jött ide. Szerintem azon a zöld területen már fogok találni új növényt. Jó, ebből is majd 29. Ilyen root seed-en van, de azt meg nem tettem le, azt nem teszek le itthon. Most úgyis szereztünk csomó fát szerintem. Majd, hogyha nagyon-nagyon szükség lesz rá, akkor akarok majd egy olyan fa farmot csinálni, ami az alapján működik, ugyanúgy, mint ahogy az órokat farmolod ki. Mert hogyha az órokat, tehát hogyha ugyanazt a fúrót használom, és lerakom mondjuk egy ilyen root seed elé, egyel, vagy hát kettővel, akkor amint megnő a root seed, az kifúrja, és rákerülhet egy conveyor beltre, és akkor az így automatán szedi nekem a fát. Azzal lehet majd szórakozni. Jó, ezt kell gyártani. Csak egy 100-at, az bőven elég. Potika, hogy állok? Annyira nem szlopáltam be sokat. Physical, milli, meg ranged damage, okay, én csak a magic damage-et, a potit, meg ugye az armort szoktam craftolni. És mindegyikből van még bőven, úgyhogy jók vagyunk. A locsolókannát azt kiteszem. A többi az maradhat. Megkaptad a játéktól a Toxic Personality Achievement-et? Az nice. Na nézzük! Csak 17. Majd mindjárt befelezzük. Ez az utolsó kiég. Teljesen automata farmot, én úgy tudom, hogy azt nem.
Tehát ami a növényeket szedi, az szerintem nem. A három szobrot hogyan kell aktiválni, amikor megölöd a hozzájuk tartozó bosst? Tehát ha megölöd a kukacot, ami megy körbe, annak a cuccát, ezt abból kapod és belerakod, ugyanúgy, amikor megölöd a slime-ot, a slime-ból is kapsz egyet, ezt belerakod ide, ez pedig a sámán. Sámánt megölöd, belerakod, és akkor aktív lesz a három oszlop. Vagy hát három szobor. Jó, itt mást úgy tudok égetni, úgyhogy ez már így marad. Na megvan a 20, le tudjuk gyártani az asztalt. Scarlet Workbench. Here I come. Zsír. Na! Most fogjuk látni, hogy mennyi skarlát kell. Nyilván ugye Scarlet falat, padlót, bridget, fence-t, fence gate-et és Scarlet door-t lehet csinálni. Ez a része annyira nem kell nekünk jelenleg. Aztán Scarlet Anvil 15. Upgrade Station, na ez kell nekünk nagyon, az 10, az már 25. Distillery Table 10, tehát ez már 35. Boat Workbench 50. Roofing Gadget, ez az, amivel a plafont kiütött, hogy bejöjjön a természetes fény, 60. Aha, Coral Wood Plank. Ezzel még várunk, mert ez az Octarin, ez majd amikor tovább megyünk. Tehát eddig ott tartunk, hogy 60. Horgászbot 67, táska kell 77, Orb Lantern az is kell, az 77, az 85, hó, őristen, ez nagyon sok, 91, Shovel, az 97, meg 6, az tök jó, a 103, és annyim lesz. Úgyhogy konkrétan mindent meg tudunk csinálni, ami a Scarlet Workbench-ből elérhetővé vált nekünk. Aztán majd amiket ezeken belül látunk, az meg már egy következő kérdés. Biztos, hogy kell a kapából nagyobb? Kell. De még azt legyártjuk. Igen, és ezek fognak még kelleni. Ugye itt van a drill, hát ebből nagyon sok kell majd. Itt van ugye az a robotkar, ami rakja, és ez az, ami még nekünk egyébként segíthet, a sprinkler. A sprinklernek mi a rádiusza? Hányszor hányas részt? Szia Erika, és szia Lajos! Na, tehát egy 5x5-ösnek a közepére teszed, az úgy a jó. Igen, tehát, hogy minden pont egyel szélesebb kellene, hogy legyen. És ez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, ezt mondjuk viszonylag könnyen át tudom alakítani. Az, hogyha a belsejét kiszedem, és akkor máshogy osztom el. Úgyhogy az nem vészes. De az fontos lesz, mert akkor onnantól kezdve legalább az a locsolás is automata lesz. Tehát akkor ami nekünk lényeges lesz, az ugye az, hogy az 5x5-ös területet gondolom egy kapálással szedett fel. Tehát ha tippelnem kell, akkor a Scarlet Hó az 5x5-ös, és akkor beállsz oda, és boom, nyomsz egyet. Azt mondjuk nem egyet, mert nem tudsz középre állni, de majdnem. Hát ez nem ég gyorsan. Hát kezdjük ezzel, 18 kell ahhoz, hogy ez a kettő meglegyen, akkor még várunk egyet. A első körbe upgrade-eljük magunkat egy táskával és egy lanternel.
Ezen a lanternán 4 glow, 9 HP volt, ez 5 glow és 9 mining damage. Hát... A mining damage-el többet érek. Zsír. Jó, akkor erre a workbench-re, erre már nincs szükségünk. Hát most egyelőre... Annyira nem vészes, tehát, hogy most rakhatnék még le, hol van az ilyet. Csinálhatunk, és akkor gyorsabban kiégetjük. Mindig csak az újratervezés, itt egy rossz GPS? Hát igen, itt aztán van bőven újratervezési lehetőség. Jó. Szerintem akkor ezeket gyártsuk le előbb. Ez 6 meg 6, az 12. 8, 25. 25 kell ahhoz, hogy én készen legyek. Túl ügyileg, és akkor nem fog kelleni az ásó, nem fog kelleni a pickaxe, és nem fog kelleni a hó. A horgászbotom azt sem tudom, hogy hol van, valamelyik ládába el van rakva. De bőbben biztos nem, itt van. És azon gondolkodom, hogy akkor most megjelent egy új item ő nála. Empty Crystal. Combine the materials. Shutdown protocol, anomaly report, over. Micsoda? Rune parchment. Oh, broken handle, chipped blade, clear gemstone. Aha! De figyelj, ez Hive Mother, itt a Hive Mother, ezt kerestük, ugye? Mert ez a kukac, ez a Giant Slime, várjál, ez a... Ugye a slime-ot tudom így summonálni, a kukacot, a sámánt, azt a saját cuccait, a kis mobok, amik dobnak, abból rakod össze, és akkor ez a Hive Mother. Ezt a Hive Mother-t egyébként még meg kellene ölnöm párszor, hogy kidobja az itemeit. De oda akkor akarok visszamenni, amikor kicsit erősebb vagyok, hogy ne tartson ilyen sokáig az a fight, mint most. Ez 22. Nyissunk ládikákat? Azoknak nincsen értelme. A copper, meg amit tudom én milyen ládikának. Az már elévült. Sámán merre van, ha szabad tudni? A sámánt azt úgy a legegyszerűbb megtudnod, hogy merre van, hogy amikor megölted a kukacot, vagy nem a kukacot, hanem a slime-ot, akkor tudsz belőle 2 darab ilyen pajzsot gyártani. Az egyik megmutatja a körbemenő metrónak a helyét, a másik pedig a sámánnak a helyét. Azt a 2 legyártod, eljúzolod, és akkor megmutatja a mapon, hogy hol van. Na, és elkészíthetem az összes eszközömnek a jobb verzióját, tehát csákány, shovel, hó és horgászbot. Basza. Itt megvagyunk. Akkor a következő kör az most egy kicsit hosszabb lesz, mert az 15, 10, 10, 15, 10. És akkor utána vissza kell menni újra a Scarlet-et szedni, mert ezeket nem fogom tudni javítani, meg upgrade-elni. Ezeket inkább ide rakom ki. Hogyha esetleg mégis kell majd.
Igen, egy Scarlet Sledgehammer-t kéne. Scarlet Sledgehammer-t hol találhatok? Arra van valami jó módszeretek? Na, 15% mining speed is megvan. Plusz 2 durability on your tool when breaking walls containing ores. Az nem kell. Mining damage deals melee damage, ez nekem nem kell. Explosive damage jelenleg nem kell. Movement speed boost for a short duration after mining a wall. Vagy chance to drop a valuable item from any mine wall. Ezt kirakhatjuk. Tehát a következő 5 pont az mehet majd ide. Na, itt healing potions also heal for 6 and gained from potion overtime, from health overtime regeneration. Ez mind a kettő jó. Melyik kell inkább? 3% reduce damage taken from bosses, az jó. 2% chance to restore a bit of health instead of dying when taking lethal damage. Oh. Arra 10% esély. Hát inkább ez. Akkor viszont erre kell menni. Tehát 6%-kal több healing from healing overtime regeneration. Healing potion also heal for, aha, és akkor 30% of health gained from the potion overtime. Ah, ebbe az a baj, hogy ebbe mind a kettő jó. Megyünk így. Craftingba nem kaptunk pontot, gardeningbe kaptunk, legalább akkor ez megvan. 5% food when eating plants or cook... Nem, ez nem kell. 3% chance to apply poison on heat. Reduces enemy healing received. Ez nem kell, mert nem vagyok melee. Bár a heat, poison coated weapons nem biztos, hogy rossz. Ja, de ez meg thorns damage. Hát, egyébként nagyon... Fú, itt ez kellene. Critical heat damage. Háromszázalék chance that plants planted by you become golden. 5% damage against poison targets. Aha, ez a kettő kombója elég menő. Nem tudom, hogy a poison hit... Scarlet Sledgehammer esik, ha a zöld területen horgászol. Ó! Oh! Nagyon jó! Hát pont van egy horgászbotom! Mennyi lett ebből? 38. Oké, abból akkor le tudjuk gyártani. Hát először az upgrade station kell, az tuti. Ű, az ekkora. Mi a fasz? Scarlet bár kell ahhoz, hogy upgrade-eljem is pénz? A fasz. Wow. Plusz 55... Hányszor lehet ezeket upgrade-elni? Azt a kurva életbe, hát az nagyon sok mining damage. Már is van értem, hogy miért kell pénz. Most fog átértékelődni a fúró szerepe? Ja, a Scarlet bar miatt? Persze, persze. Abban biztos voltam, hogy ez a fúró az fontos. Na, ehhez iron bar kell és pénz. Oké, okay, egy kicsit spoilerezhettek nekem. Mennyire mostanában fogok új mage settet találni? Tehát jelenleg nekem ez a Soaring Headgear a legjobb, és ezt Ironból és pénzből upgrade-elem. Az szinte ingyen van.
More Advanced Potions. A templomban lesz a mécset. Jó, akkor ezt most nem upgrade-elem. Na nézzük, a Scar, killing an enemy increases critical hit chance by 3%, stack up 5 times. Ez armor és crit, armor és crit, armor és crit. Igen, csak az a baj, tehát nekem kurvára kell a crit mécsként. A movement speed, magic damage for a short duration. Igen, tehát elveszítem a set bónuszt. Magic barrier-t és mana. Magic barrier, mana és mana. Aha, tehát hogy a mana regenem az lecsökken nagyon. Viszont lehetsz te mage olyan setbe, és akkor giga critem lenne. Milyen cuki az állat farmod? Itt van. És dugnak folyamatosan, mert sok kicsi van. De már lehet, hogy annyi kicsi van, hogy már nem férnek el. Szóval egyébként lehetnék az, hogy mécsként Scarlet Armorba megyek, és kurva sok kritem van, mert a kritből meg visszakapom a manát, és igazából amit elbukok, ám mondjuk movement speed, és az nem kevés, mert ezen van 4,5, meg 6. 6,4. Tehát az majdnem 11. 11% movement speed-et buknék. A crit az nem érdekes, mert az jön a másikból. A magic barrier oké, nem rossz, hogy 100-zal több HP-n van. Viszont a 2,4, meg 1,8, az 3, az 4 mana per sec. Az lehet, hogy sok. Nem tudom, hogy mennyire éri meg ilyen hibridbe gondolkodni. Aha. Ez a Greater Healing Potion. Reduces damage taken from bosses. Removes any poison from the imbiber for 1 second. Ó, és itt tudod gyártani a slime-ot a ground slime-ból. Aha. Hát, oké, de mind a kettőre szükség van, tehát az egyik nem váltja ki a másikat. És ebben nem volt benne ez az egyperces. Itt kicsit jobb a helyzet, mint nálunk, Kukunál. De mert mi történt Cucunál? Szia, Power! Ennyi kopasz barátunknál voltam. Na jó, ezeket lefőztük, kurva sok kaja van nála. Ja, ezen a Scarlet Armoron egyébként agyalnék. Hogy vajon megérheti-e elveszíteni a mana regent a nagyon sok kritér. Jó, hát úgy is lehet játszani, hogy csak mész, és én nagyon szeretem egyébként így megépíteni a bázist, meg dekorálni, stb. Hát igen, kérdés, hogy mi éri meg jobban. A mana reg, vagy mondjuk lenne annyi kritem, mennyivel több kritem lenne? Egyszer lenne 4, meg 6 az 10, meg 5 az 15, plusz ölésenként még följön 15, de az nincs fönt végig. Igazából 15% flat critem lenne. Hat helyett. Hát mondjuk az meg nem biztos, hogy megéri. 9% critet nyerni, nem biztos, hogy megéri azért cserébe, hogy elveszítek mana reget, 11% movement speedet, és crit után plusz 23% magic damage-et.
ez nem éri meg. Az új mage setet viszont nem tudom, hogy mit ad, azt majd össze kell hasonlítani, mert lehet, hogy az meg nem ad annyit, mint amennyi ezen van. Azért is gondoltam, hogy azt mindenféleképpen nézzük meg, hogy az a set mit ad, mert az azért befolyásolhatja, hogy ezt a setet akarom továbbfejleszteni, vagy azt használni. Csak hát oda most majd vissza kell menni, de azt már nem most fogom, mert most már 10 óra van. De az a lényeg, hogy innen ki kell menni, és akkor valószínűleg azt fogom csinálni, hogy itt végigásom egyenesen, és akkor már lerakom a sínt, hogy akkor ide el tudjunk jönni valahova a dungeonhöz. Ja. Na jó, mi volt még? Ez 67, ez miért nem tudom. Ja, nincs plankem. Na ne basz föl. Melyik a plankelő? Ez a plankelő, csak ennek meg kell áram, ugye? Van valamennyi plankem. Hol van a fám? Hát ez el lesz egy darabig. Jó, akkor a planket ott az megcsinálja, és akkor majd le tudom gyártani. Igazából ez megvan. Ezt megcsinálom. Ezzel ki tudjuk ütni a plafont. És hogyha ezt megcsinálom, akkor legyártottam mindent, ami Scarlet-es. Legalábbis a workbenchből. És ez miért jó? Tehát, hogy, na várjál, most elmegyünk oldalra. Tehát, hogyha én valahol kiütöm a plafont, az miért király? Annyi, hogy ott akkor lesz egy ilyen fényforrás. És ugye ezt most így visszatömöm, hol van az a blokk? Azt most mi az anyádért dobtad el? Kösz. És ez jó? Hangulatosabb, mint az ezer fákja. Az biztos. Tehát mondjuk, hogyha a bázisodat ki akarod világítani, akkor ezt így végigütheted, és akkor föntről jön a fény. Hát végül is nem. Nem teljesen haszontalan. Ja, de ezzel igazából csak így fanolni lehet. A tejemet. Igen, a sineknél végig lehet ütni. Ja. Jó, az biztos, hogy vissza kell menni Scarlet-ér. Hétvégén lesz majd a következő Core Keeper-es rész. Szerintem off-stream annyit fogok csinálni, hogy akkor mást nem, de ezt a zöld területet lehet, hogy így felfedezgetem. Boss-t nem ölök meg, csak lehet, hogy rohangálok, farmolok Scarlet-et, és igazából ennyi. Hát úgy más nagyon nem kell, mert akkor a Scarlet-es dolgokat megépítem belőle, oszt cső. Van már annyi, hogy ezt legyártsam? Nem, nincs 50. Én most elköltöttem valamennyit. 36. Jó. Na, figyeljetek, akkor innen folyt köv. Nagyon komoly előrelépések nem lesznek, csak azon a területen bóklászok. Lehet, hogy megpróbálom annak a területnek a határait megtalálni, és akkor azt úgy felfedezgetni, és akkor onnan meg majd együtt megyünk tovább a következő területre. Srácok, innen folytatjuk.